A 125 éves Tungsram újpesti központját is érintő tömeges létszámleépítés miatt hívott össze egyeztetést Déri Tibor polgármester május 3-án. A városházán ott volt Jörg Bauer, a világcég igazgatója, Sallai Gábor, a Tungsram dolgozók független szakszervezetének vezetője, Kis Ambrus főpolgármester helyettes, valamint Varjú László, Barkóczi Balázs és Kanász Nagy Máté országgyűlési képviselő is. A megbeszélés célja az volt, hogy segítsenek az Újpesten állását vesztő 400 embernek, 400 családnak, hangsúlyozta a tanácskozást követő sajtótájékoztatón Újpest első embere, aki korábban a képviselőtestülettől is felhatalmazást kapott az egyeztetésre. Azt kértem Jörg Bauer úrtól, hogy gyakoroljon méltányosságot azon dolgozók irányába, akik az év folyamán elveszítik a munkájukat. Az a méltányosság azt jelenti, hogy nagyon sok esetben átképzéssel tudunk állást biztosítani, átképzéssel tudunk nekik megfelelő munkát biztosítani. És ehhez azt kértem, hogy amennyiben lehetséges, akkor a fizetésük megtartása mellett, de részt tudjanak venni ezeken az oktatásokon, ezeken az átképzéseken. És nem utolsó sorban hozzá szeretnénk ahhoz járulni, hogy minél több információ, minél több cég megtalálja a kapcsolatot az Újpesten állásokat vesztő dolgozókkal. Ezért olyan infopontokat, illetve állásbőrzét szeretnénk életre hívni, a Tungsrammal természetesen közösen, ahol a munkavállalók az elkövetkezendő pár hónap alatt megismerkedhetnek a lehetőséggel. A főváros 1000 munkáját ajánl fel cégeinél azoknak, akik most munkájukat vesztik, jelentette be Kis Ambrus főpolgármester helyettes. Két dolgot tudok ajánlani a probléma kezeléséhez. Egyrészt ugye itt 400 ember veszíti el az állását várhatóan az ősszel, és ennek a 400 embernek tudunk most azonnal 1000 üres álláshelyet felajánlani. 1000 üres álláshelye van budapesti családnak, a budapesti közszolgáltató cégeknek, amelyek szinte azonnal betölthetőek. Sok esetben az álláshely mögé tudunk képzéseket, szakképzéseket biztosítani. A másik ajánlatom pedig, hogy munkaerőpiaci szolgáltatásokat tudunk adni. A három ellenzéki országgyűlési képviselő a kormányt sürgette, hogy gondoskodjék az elbocsátottakról. Varjú László egyébként már április közepén kérdéssel fordult az ügyben Palkovics László innovációs és technológiai miniszterhez, érdemi választ azonban eddig nem kapott. Most itt az ideje, hogy a kormány, amelynek stratégiai partnere a Tungsram, akkor most elmondja pontosan, hogy mit kíván tenni a dolgozók, de mondhatnám a jövőt tekintve a vállalat érdekében mit kíván tenni. Éppen ezért én az elmúlt hetekben Palkovics miniszter úrhoz fordultam írásbeli kérdéssel, ezzel a nagyon egyszerű kérdéssel, mit kíván tenni a kormány a Tungsram érdekében. A határidő lejárt, a minisztérium és a miniszter úr eddig nem válaszolt, köztünk legyen szóva, ma arra hivatkoztak, hogy a tegnap lejárt határidő miatt az már egy régi parlamenthez kapcsolódik, és ma pedig tegnap egy új kezdődött. A kormány felelősségét hangsúlyozta Barkóczi Balázs is. Nekünk, ellenzéki képviselőknek és talán a többi képviselőtársam nevében is beszélhetek. Elsődleges feladatunk az, hogy amikor egy ilyen helyzettel szembesülünk, akkor ráébresszük a kormányzatot, ráébresszük a kormánypártokat és a kormánypártok képviselőit a saját felelősségükre, hogy felelősséggel tartoznak nem csak a Tungsram dolgozói iránt, hanem minden magyar munkavállaló iránt, hiszen a Tungsram sem csak Újpest, vagy csak az agglomeráció cége, hanem az egész ország cége. Nekem, mint a 15. kerület és Újpest egy részének képviselőjéként és képviselőtársaimmal együtt úgy kell dolgoznunk, hogy nem csak a Tungsram munkavállalóit képviseljük most. Kanász Nagy Máté egy globális problémára is figyelmeztetett. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy ez egy sokkal komplexebb és globális folyamatba is beleilleszkedik. Abba a folyamatba, ahol például Kína úgy szorítja ki az európai vagy a magyar termékeket a piacról, hogy innováció ide, technológia váltás oda, de egész egyszerűen ez a nagyhatalom, ez az állam azzal lesz versenyképes, hogy fittyet hány a hazai, az ottani kínai munkavállalói jogokra és a környezetvédelmi szempontokra, ezzel próbálja növelni a versenyképességét, és az bizony egy messzire vezető kérdés, de nekünk országos szinten, ellenzéki szinten azon is gondolkoznunk kell, erre hogyan találjunk megoldást,
hogy ez ellen tudjunk tenni, és a magyar termékeket vagy az európai termékeket versenyképessé tudjuk tenni. A szakszervezeti vezető az összefogást méltatta. Példaértékűnek tartom, és így büszke vagyok rá újpestiként is, hogy itt kerül először erre sor, erre a fajta segítségnyújtásra, és bízom benne, hogy a többi gyár területén is hasonló segítséget kapnak majd a Tungsram dolgozók, közel 1600 fő érintett. Hogy pontosan kik, még nem tudni, mert a Tungsramnál csak 2-3 hét múlva készül el az elbocsátani tervezett dolgozók listája. Így aztán a most felajánlott lehetőségek is akkor válhatnak majd igazán kézzelfoghatóvá.